Magyar Hang külpolitikai podcastja Balogh Rolandtal. Ha kedd, akkor reptér a Magyar Hang külpolitikai műsora. Balog Roland vagyok, a mai témánk Szlovákia lesz, és mai beszélgető partner, akivel Skype-on át beszélgetünk, Kollai István, történész, közgazdász, a Pozsonyi Comenius Egyetem ösztöndíjasa. Szerbusz István, üdvözöllek a műsorban. Szerbusz. Ugye, a, amiért Szlovákia, és hát ez egy nagyon érdekes Történ nevezhetjük történelminek is a pillanatot. Először van Szlovákiának magyar számozású miniszterelnöke Ódor Lajos személyében, és ugyan tudjuk, meg láttuk, hogy egyrészt ügyvívő kabinetről van szó a szeptemberi előrehozott szeptemberi választásokig, de ez a tény, hogy egy magyar miniszterelnöke van Szlovákiának, adja alapból az első kérdést, hogy milyen reakciókat vált ki mindez a, a szlovákokból és a felvidéki magyarokból igen, mindenképpen meglepetésként érte a, a, szlovákiai magyar közeget, nem a kinevezés pillanatában, hanem előtte pár héttel. Tehát előtte már pár héttel felmerült a Odor Lajos neve, vagy ahogy a szlovák sajtóban őt emlegetek, Ludovit Odor neve, mint, mint esélyes miniszterelnök jelölt, amikor már látszott, hogy a ügyvivő kormány be fog dőlni, hogy így mondjam, az előző, és hogy csak elnök asszonynak valamit lépnie kell, hogy, hogy hát egy ügyvezető kormányt képes legyen a választásokig kinevezni, ami viszi azokat a minimális ügyeket, amiket a választásokig egy, egy kormányzatnak vinnie kell. Tehát ilyen szempontból még éppen meglepetésként érte, inkább pozitív meglepetésként, tehát pozitív, de valójában nem annyira pozitívként, ahol mennyire érzékelem, mint azt hihetnénk, vagy mint azt mondanám, hogy kéne, hogy legyen. Tehát azt gondolom, hogyha valakit megkérdeztek volna öt vagy tíz éve, hogy ö, mit szólna ahhoz, hogy a szlovákiának magyar miniszterelnöke lenne, akkor azt mondta volna, hogy hát tapsolna, ujjongana örömében, egy ö, egy borzasztó nagy dolog lenne, de el nem tudom képzelni, hogy ez megtörténhet. És ahhoz képest ez a, ez a élmény most azt látom, hogy úgy elmarad. Tehát, hogy, hogy valójában a szlovákiai magyar közeg nem tud olyan felhőtlenül örülni, mint ahogy az kéne. És a magyarországi magyar közegre is kicsit ezt mondanám, bár ott egyértelműen a sajtó ezt egy pozitív, jó hírként állalta. Egy kicsit azt látom, hogy úgy nem, nem tudják úgy ö, olyan örömmel feldolgozni, mint ahogy azt mondjuk, tényleg azt mondom, hogy öt vagy 10 éve, vagy bármikor azt gondoltuk volna, hogy ezt kezelni kéne. És ennek megvannak a maga okai. És egyébként a szlovák közeg hogy kezeli ezt? A szlovák közeg fáradtam. Tehát mindenekelőtt azt emelném ki, hogy hogy Szlovákiában az egy nagyon mély krízis van. Egy nagyon mély politikai krízis alakult ki, ami inkább most már nem csak politikai, hanem egy társadalmi krízis. Talán azt is megemállítani, hogy mentalitásbeli krízis olyan értelemben, hogy a demokratikus szavazásoknak a, a, a vetett hit az valamilyen szempontból erodálódott. Nem a demokráciába vetett hit, hanem azt, hogy ezzel valahogy a demokratikus intézményekkel hogyan lehet építeni az országot előre. Tehát egy olyan kaotikus, helyzet alakult ki az utóbbi években, és az utóbbi hónapokban ez, ez nagyon felerősödött, és meg, nagyon látványos sem, ami az emberek elfáradtak, ezért ezt egy inkább csak egy ideiglenes, provizórikus, érdekes jelenségként kezelik. Olyanként, ami még eddig nem volt Szlovákia történetében, és nem csak azért, mert hogy magyar a miniszterelnök, hanem azért is, mert hogy ügyvezető kormány van. Tehát ilyen még nem volt Szlovákiában. De azt is látni kell, vagy érdemes megemlíteni, hogy a szlovák sajtó, így próbáltam egy ilyen hát egy ilyen kis elemzést készíteni, illetve összegyűjteni, hogy odor Lajosnak a kinevezését, azt hogyan reagálják le, hogyan uh, mutatják be az ő profilját, mint egy új embernek a profilját a politikai életbe, és nem feltétlenül emelték ki, hogy magyar. Tehát, hogy nem, nem úgy kell ezt elképzelni, hogy most a szlovák közeg ezt úgy, ezt úgy emészti, úgy rágja, hogy hú, magyar miniszterek van a szlovákjának, hanem van, aki úgy meg se említi, tehát a különlegesség, Ilyiként inkább azt említik, hogy vesszellereket ö, 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 írt, tehát nagyon népszerű könyveket írt Szlovákiában, Ezeknek a címénél úgy szerepel, mint Ludovit Ódor, nem pedig Ódor Lajosként. És azt, hogy közgazdász, azt, hogy a Nemzeti Banknak, meg az Euró bevezetésének volt egy, egy központi figurája, és azt, hogy magyar, vagy szlovák értelmezésben sokszor csak úgy mondják, hogy magyar származás, azt kicsit kevésbé emelik ki. Tehát évekkel ezelőtt adott maga Odor Lajos is interjút arról, hogy ő hogy ő egyébként magyar származású, és hogy neki gondot okozott fiatal korában a szlovák nyelv megtanulása, hogy hátrányból indult, hogy, hogy az első munkahelyein abszolút jó értelemben barátilag, de hogy froclizták a a kiejtése miatt még, de azt is elmondja, hogy soha életébe, karrierbeli hátrányt nem szenvedett, amiatt, hogy ő magyar vagy magyar származású esetben, a pénzügyi közegbe, meg gazdasági közegbe konkrétan ez senkit nem érdekelt, de valójában ő se tematizálja. Tehát ő se tematizálja, és a szlovák közvélemény, meg a újságíró közeg sem tematizálta annyira. Most ezt nem tudom, hogy ennek mennyire van köze hozzá, de ugye az első napok és az első időszak megnyilvánulása alapján is úgy tűnik, hogy ugye Ódor magyar ügyekben nem nagyon kíván nyilatkozni, nem csak ugye ügyvivő miniszterelnökén nyilván ez egy különleges helyzet, de hogy sem kisebbségvédelemben, sem például a legutolsó, tehát a mai napig is a Benes dekrétumok ügyében sem kíván, vagy tűnik megnyilatkozni. Viszont ugye ami érdekes, hogy például a gazdaságpolitika szempontjából foglalkozott, és megfogalmazott finom kritikát Magyarország felé, még az hogy többek között hogy az árstoppok nem működnek. És ugye az még sőt, ugye itt az, az hogy ő a CEUM végzett, is egy ilyen jelenlegi helyzetben egy elég érdekes, pikáns történet. Ugye mind a mellett pedig ugye azért ő politikailag közel áll a köztársaság elnök, a liberális köreihez. Mindezeket figyelembe véve, így őszig, hogy látod, mi változik, mi várható magyar-szlovák viszonylatban? Igen, ez egy jó kérdés, és szerintem Odor Lajos kinevezésének van egy hatása a szlovákiai magyar közegre, meg a magyarországi közegnek is lehet egy, egy magyarországi közegre is lehet bizonyos hatással, de, de ez nem feltétlenül ezen a politikai ö, szálon lesz majd értelmezhető szerintem. Tehát, ahogy itt összefoglaltad, ő, odor Lajos ebből is látszik, a, amit most az előbb elhangzott, ő egy ilyen igazi, ortodox, akár úgy is mondanám, neoliberális gazdaságpolitikát követ, bár inkább ő szerintem ortodoxnak mondaná ezt. Ezt visszaigazolva látja nyilván az euró bevezetésében, de általában ő ebben a gazdaság politikában hisz ennek a szakértője, ami a szabad piacot állítja a középpontba, és ami, körül az Európai Unió is működik. Tehát ez egy, nagyon, ez egy technokrata megközelítés azért, mert sok társadalom politikai éle ennek az ő esetében nincs, legalábbis soha nem derült ki. E, tehát nem nyilatkozott arra, hogy milyen társadalmat vizionál vagy képzel elő egy pénzügypolitikai szakember. E, igen, említette az ástoppot, tehát Oda Lajos, sőt, az egyik első nyilatkozata volt, amiben azt mondta, hogy az ástoppok nem működnek, és ez Magyarország is példa erre. Ezt valóban egy érdekes példaként látja, illetve az egész, ez az ortodox közgazdasági közgazdászkör, ez, 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 ugye mindig kiemeli, de ez mégis Magyarországon is téma, hogy hát az a nagyon-nagyon kiugró magyar infláció, amiben egyszerűen nagyon fájdalmasan nem hogy az élvonalba kerültünk, hanem vezetjük az Európai Inflációs Listát, az, az minden bizonyal annak tudható be, nehéz ezeket pontos számokkal bizonyítani, de annak, hogy az árstoppok -ok mi árfelhajtó hatással vannak, bármennyire is elsőre ez, 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 nem hangzik logikusnak, de valójában ugye megemelik emiatt az árakat olyan termékeken a kereskedők, ahol nincs árstopp. Tehát az árstoppnak van egy ilyen feszültségkeltő hatása, tehát ahhoz a közgazdasági kör, közgazdász tartozik, ami azt mondja, hogy az ár az egy szent dolog, az egy nagyon fontos információ közlő forrás, amihez az nem, nem szabad belenyúlni a kormányoknak. Nem volt ennek sok Magyarországot érintő élet. Tehát, hogy igazából nem érdekli őt Magyarország. Nem fog ő szerintem, és most lehet, hogy tévedni fogok, de nem fog ő Magyarországgal különleges kapcsolatot kialakítani, sem pedig negatív formában Magyarországot említeni. Már csak azért sem, már mint hogy külön nem fog erre politikát építeni, már csak azért sem, mert azért, az egy határozott elvárása a köztársasági elnöknőnek, aki őt kinevezte, hogy ne építsen politikát. Tehát, hogy elég, tehát, hogy elég volt az olyan ö, ügyvezető kormányokból, mert ugye már az előző kormány is ügyvezető volt január óta, ami valójában politizál. Tehát ö, sok ilyen szempontból aktuál politikai megnyilatkozása Ódor Lajosnak szerintem nem lesz. Na most az, hogy milyen hatással van a szloenki magyar közegre, az, az szerintem egy igen lényeges dolog, és nincsen kibeszélve eléggé se szloenki magyar közegben, se Magyarországon azok abban a körökben, akik mondjuk a határon túli magyarság iránt érdeklődnek. Valahol Odor Lajos kinevezése, azt lehet mondani, hogy a szövegi magyarságnak egy csődje, vagy egy, 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 nagyon komoly kudarc jelenség. És ezért nem tudtak fel, felhőtlenül örülni. Ugyanis nem csak Ódor Lajos lett miniszterelnök, hanem két magyar miniszter is van a kormányban. A pénzügyminiszter, meg a regionális ügyek felelős miniszter. És ezek az emberek már mind nem a magyar etnikai struktúránkon belül építették a karrierjüket. Tehát kiviláglik az, hogy van egy olyan ö, rétege a, a szlováki magyarságnak, amelyek nem érzik azt, hogy a szlováki magyar struktúrák azok, amik előre viszik az őt az életben. Ezek az emberek kicsit azt lehet mondani, hogy semmiből kerültek elő. Ódor Lajosnak az egyetlen, egyetlen egy szerves kapcsolódása a szlovákiai magyar úgymond etnikai struktúrákhoz, az a pozsonyi magyar szakkollégiumba betöltött ö, ilyen tanácsadói poszt, de más nem tudunk mondani. Tehát ezektől eltávolodtak, és ezektől lettek, és így lettek sikeresek. Tehát az üzenet értéke az, az ennek sajnos, azt lehet mondani, hogyha valaki ezt ilyen mondjuk a magyar közösség szempontjából nézi, hogy az az üzenete, hogy hát nem, nem a magyar ö, közegen keresztül, nem a létező pártstruktúrákon, vagy ahhoz kapcsolódó egyéb etnicizált struktúrákon keresztül vezet az előrelépés, mint van Komáromban van Magyar egy Egyetem, vagy Magyar Iskolák, vagy a Csemadok, vagy egyéb hasonló magyar struktúrák Szlovákiában, ezektől teljesen eltávolodva a szlovák közegen belül lubickolva, tökéletesen a totális él, Élbolyba és a csúcsra lehetett jutni. Valójában ez már kirajzolódott jó ideje, ahogy az előző kormánynak, annak ellenére, hogy magyar párt nem volt a parlamentbe, mégis voltak magyar államtitkárai is. Tehát az előző kormány kinevezett pár magyar államtitkárt. Miért ne? A szlovákiai közeg, ugye a szlovákiai szlovák közeg már egy ilyen fura, fura, nem biztos ez a jó kifejezés, tehát egy sajátos közönnyel viseltet a szlovákiai magyar ság ügyei iránt, tehát alapvetően nem botránkozik meg azon, hogy van egy magyar államtitkár, ezzel már úgymond túl vannak, ez már, már voltak a magyarok kormányon, ez már nem érdekel senkit, ráadásul a magyarok asszimilációja az egy, ez most már lassan bekerült a köztudatba, tehát ez nem egy erősödő közeg, és bizonyos témákat a szlovákiai szlovák közeg meg teljesen letilt, két téma van, ilyen az egyik a Benesdekritumok, a másik meg a Autonómia kérdése. Ezt a kettőt annyira lefolytja a szlovák közeg, annyira nem tud rá reagálni, annyira elutasítja, hogy ebben semmilyen mozgástere végül is a szlovák-magyar közösségnek én azt látom, hogy hogy nincsen. És ez olyan szempontból vált problematikussá a szlovák-magyar politika számára, hogy nehezen tudnak valamit, perspektívát most már felmutatni a szlovák-magyarságnak. Hiszen egyénileg komoly sikereket tudnak elérni Szlovákiában. Hátrány az etnikai hátterük miatt nem fogja érni őket. Egyébként meg közösségként, amit lehet elértek, vannak magyar iskolák, van magyar egyetem, és többet a szlovákok úgyse fognak elérni. Kis tudással azt tudom mondani, de a, a magyar etnikai politizás elért oda, ahova lehet, annél sokkal többet ö, várt volna önmagától ez a politika mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, de, de nehéz most már ebben perspektívát látni, uh -huh. és végsősorban a Lajosnak a miniszterelnöki pozícióba kerülés, kerülése is ezt üzeni. Érdekes az, hogy pont azokban a napokban, amikor Odo Lajos uh, kinevezték miniszterelnöknek, tehát megtörtént ez a nagy szvánki magyar siker, pont azokban a napokban esett szét az egyébként borzasztóan nehezen összetákolt, azt kell mondjam, hogy itt ez egy megfelelő ige, megfelelő kifejezés, összetákolt magyar párt, ami egymással ö, nagyon antagonisztikus ellentétben álló magyar pártoknak a szövetségéből alakult ki. Ez is lett a párt neve, hogy szövetség, de egymástól már ideológiailag erősen eltávolódó formációkat ötvözött ez egybe, egy ilyen ö, tradicionálisabb, meg egy modernistább irányzatot, tehát a hídat, meg a magyar közösség pártján, illetve van még egy harmadik párt benne, az összefogás, ami próbálja, próbálta valahogy ezt az egész, ö, egész ö, magyar ö, platformnak, magyar egységnek a kialakulását elősegíteni. De nem is csak ez a lényeg, hogy ez a politikusok szintjén, a szlovákiai magyar politikusok szintjén ez az egységesülés nem működött, mert valójában nem alakítottak ki közös valamiféle dialógust, nem alakítottak ki közös ügyeket, de ennél még lényegesebb az, hogy ahogy egyesültek ezek a szlovákiai magyar pártok, nem jött ki a matek. Tehát, hogy ugyanazt látjuk, mint mondjuk magyar ellenzék összefogásnál, és hogy összeálltak a pártok, de nem adottak össze a szavazatok. Tehát egyszerűen nem, hogy 5% fölé nem tudott jutni a szövetség nevű egységes magyar párt az a közvéleménykutatásban kutatásban 4% fölé se tudott jutni, és tartósan nem tudott fölé jutni. 3,6% volt, 3,8% és így És aztán végül most nem szeretnék belemenni a pontos ügybe, hogy miért esett szét ez a párt, mert ez lehet, hogy nem olyan érdekes most a hallgatóknak, de volt egy konkrét személyek körüli vita, ami miatt a párt lényegében azokban a napokban szétesett, amikor Rodol Lajos miniszterünk is székbe került. És végül is ez annak is a üzenetértéke, hogy hogy azért is esett szét ez a párt, mert a egyes frakciók látták, hogy végül is nem érte meg annyira összeállni, mert a szavazók most már ezt nem preferálják, nem jutalmazzák önmagában csak azt, hogy van egy egységes magyar párt. Föl kellett volna ugorni a népszerűségnek 5-6-7 százaléka is. De ebből nem történt semmi. Rengeteg kérdés fölmerül egyébként, hogy, hogy ugye egyrészt említetted, hogy gyakorlatilag a kimaxolta magát, fogalmazzunk kicsit csúnyán, kimaxolta magát a, a szlovákiai <kül> etnikai magyar politizálás. És az elmúlt hetek, napok megny vagy megnyilatkozásaiban több olyan hangot is hallani, mint hogyha a felvidéki elit és a társadalom is <kül> egyfajta kifáradásban lenne, méghozzá Magyarország irányába olyan megnyilatkozások, Csáki Pál válasz online interjújától kezdve több egyéb olyan hang is lehetett hallani, mint hogyha egyfajta ebből a kifáradásból adódóan kritikák is megfogalmazódnak Magyarország a magyar Orbán kormány irányába. Ezek mennyire kolerálnak össze, és milyen hatásai lehetnek ugye a szeptemberi választásokra ezen a vonalon? Hát igen, ez egy jó kérdés, és például jó lenne látni egy felmérést arról, ilyen tudtommal nincs, mert én kerestem ilyet, ami például azt mutatja, vagy azt kutatná, hogy a szlováki magyar ö, szavazók, ö, választók, ők hogyan viszonyulnak a mai magyar politikához. Tehát inkább csak azt látjuk, azt tudjuk felmérni, hogy a szlováki magyar véleményformálók, a sajtó, meg a politikusok, ahogy te említetted, az elit ö, viszonyul Magyarországhoz, én nem általános kifáradásnak mondanám, inkább egy ilyen fragmentálódásnak, egy töredezettségnek, ugyanis van egy, van egy olyan frakciója, része, szegmense ennek a szlovákiai magyar elitnek, ami, ami szimpatizál valahogy az Orbán kormányjal, de pénzügyileg most már nagyon kötődik hozzá. Tehát most már az ember nem mondja meg, hogy ez őszinte vagy sem. E és e szóálki, olyan szóálki magyar közegek, meg akár sajtótermékekről is tudunk beszélni, amik magyarországi forrásoktól fügnek. E és ugye azt látjuk, hogy, hogy ezt a szavazók nem mindig szokták, e nem szokták honorálni. Tehát valójában ez már nem, nem az utóbbi évtizedet nézve, ez nem bizonyult sikeres stratégiának, mert akárhogy is, ezt úgy érezhetik a szavazók, hogy ők valami külső erőnek, viszonyrendszernek vannak kiszolgálva. Tehát ők szeretnék tudni, hogy kire szavaznak. Vagy most én is kicsit bizonytalanul beszélek ezekről az emberekről, mert nem lehet tudni hogy ők mennyire önállóak, és ezt a szavazók nem szokták uh -huh. honorálni, illetve ezt mutatja uh -huh. a múlt. Szerintem egy érdekes összehasonlítás az, hogy az RMDS Erdélyben úgy tudott 5% fölött maradni, és talpon maradni, hogy, hogy valamilyen szinten, miközben együtt működik Magyarországgal, határozottan el is távolodik, illetve nagyon határozottan lerakja a bizonyos falakat, hogy, hogy, ó, a, ami a, olyan, a határokat kijelöl ahol már valójában az erdélyi magyar politikai elit dönt, és nem Magyarország. Most ez nem történt meg Szlovákiában. De a szlovákiai magyar elit, hogyha maradunk ennél kifejezésnél, az ilyen szempontból gyengébbnek bizonyult, és egy része az, az ilyen Orbán kormánytól függő lett. És a szavazatok van, ez eddig nem jelentkezett, hogy ez, 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 ezt a szavazók szeretnék. Ez ugye, hogy a anyaországi pénzügyi források és pénzügyi támogatás, ez kormányoktól és egyébként régióktól függetlenül is mindig egy nagyon érdekes, egyúttal nagyon érzékeny kérdés volt. Ha egy kicsit általánosítva, és nyilván nem tudunk ebbe annyira belemenni, hogy itt órákig lehetne erről beszélgetni, de hogy a Szlovákia esetében, felvidék esetében ezek a célzott források, akkor inkább kontraproduktívnak tűnnek? Hát szerintem igen. Szerintem azt lehet mondani, hogy igen. Mégpedig nem csak a volumene miatt, mert egyébként most már ezek nagyobb volumenek, mint mondjuk korábban, hanem az átláthatatlanság miatt. Tehát, hogy megmondom őszintén, hogy mondjuk a téma elemzője vagyok, ennek ellenére bizonyos dolgokat nem tudok megválaszolni. Tehát nem tudom, hogy miért vannak ilyen ingatlan vásárlások. Van most egy bizonyos ilyen alapítvány, amin keresztül a külügyminisztérium próbált ingatlanokat venni, Ugye itt volt, hogy a szlovák kormány az össze is volt a Orbán ö, ö, diplomáciával, az Orbán kormánya, mert a földvásárlások terve az kűtötte a biztosítékot, úgyhogy hát nem sok olyan dolog van, amiben az Orbán kormány visszakozik, de ebben visszakozott, tehát akkor a szlovák ellenkezés miatt ezt a tervet. Levették a, a napirendről, rendről, de ettől függetlenül ezek ilyen tisztázatlan, nem jól átlátható dolgok. Nyilván nem mögött van egy káderépítési szándék, ez egész biztos, de ezen túlmutatóan nem látszik, hogy ne, ez hova akar kifutni. Ez üzlet, ez mind biznisz, ez egy elitépítés. Viszont néha Orbán Viktor is egyébként úgy nyilatkozott erről a fajta irányról, a szvenki magyarsággal kapcsolatépítésről, mint számára egy frusztrációs terület, egy kudarc terület. Tehát, hogy Valahol nyilatkozott, hogy nem látja, hogy eredményben ez, ez, ez bemutatkozna. Nem jutnak be a parlamentbe. Tehát nyilván ez lett volna a cél, hogy a magyar párt jusson be a parlamentbe. Nyilván a szlovákiai szlovák közeg, tehát most a többségi közeg, az a magyar pártra emiatt óckodva néz, hogy nem tudják, hogy mennyire függnek külső támogatástól. De, mint már említettem, szerintem ez egy érdekes dolog, és nincs el, nincsen eléggé megkutatva, hogy ilyen kicsit csúnyán mondjam, hogy a szlováki magyar. Közeg is emiatt kicsit tánóckodik ezektől a elit frakcióktól, a szovjet-magyar szóval, elitnek ettől a részétől, mert nem tudja, hogy tényleg az ő embereikkel. Tehát ők, mint csalóközi magyarok, meg gömöri magyarok, csalóközi és gömöri ö, érdeket képviselő embereket akarnak adtabbanba emelni. Úgyhogy szerintem van egy ilyen kontraproduktív jellege, igen. Na most, de nem csak emiatt nem jutottak be a parlamentbe a magyarok, hanem azért is, mert egyszerűen ezek az egymásnak eső frakciók, ez a híd és magyar közösség pártja, az olyan szinten le tudta járatni a másikat, hogy mind a ketten lehúzták egymást 5 alá kicsit egy kis túlzás ezt mondani, de egyik se tudott emiatt fölé kerülni, és most már elveszett ez a közös cél is, hogy, hogy, ho hogy hova futhatnak ki egy ilyen közös szlánki magyar politizálás. Tehát én nekem a véleményem az, az több mint borulátó, tehát hogy én ezt már magamban, hogy de eltemettem. A szlovákiai magyar etnikai politizálásnak szerintem egyszerűen véget ért. Hiszen gondoljunk bele, hogy szétesett a szlovákiai magyar párt, a kisebbik párt, ami kivált újra a híd, ami inkább egy ilyen liberális, nem is inkább az egy ilyen erősen liberális párt, már most megmondta, hogy szlovák pártokkal közösen próbál listát állítani, tehát letettek arról, hogy ők 5%-ot elérjenek. Ők inkább egy szlovák pártszövetségnek egy kicsi tagjaként 3-4 embert megpróbálnak bejutatni a parlamentbe. Ennyi. Most a másik, ami így megmaradt a Magyar Szövetségből, a Magyar Közösségpártja, ez a Orbán kormányhoz köthető rész. Ők meg. Hát ők is 5% alatt vannak, és én nem látom azt a mentalitásbeli fordulatot a szavazók körében, ami fölviszi őket 5% fölé. Valójában a logikus ré, döntés részükről is az lenne, hogy menjenek föl egy szlovákiai szlovák pártnak a listájára. És ilyen párt adódik is, aki kínálja magát, hogy menjenek oda. És valójában az lenne az okos, és az lenne a racionális döntés. Ebben az esetben magyar politikusok bejutnának a szlovák parlamentben szeptemberben két irányból is, az nagyon mókás helyzet lesz, hogyha ezik be, bejutnak a parlamentbe, akkor ott valószínűleg közös koalíciót kell alkotni, hogyha a kormányra mennek, ahhoz képest, hogy az volt a a fő oka a párt szétesésének, hogy egymással nem hajlandók menni a parlamentben, ott meg majd együtt kell dolgozni. Tehát valahol elég komikusnak tartom azt, hogy szétesett ez a Magyar Pártszövetség így a választás előtt pár hónappal. Egy ilyen hiszterikus túlreagálások sorának tartom. De azt is látni kell, amit már mondtam, hogy a szwajcsi magyar szavazók is már erről úgy letettek. Tehát nem jutalmazták meg a magyar politikusokat csak azért, mert mert vértizadva összeálltak újra egységbe, mint 15-20 évvel ezelőtt. 15-20 évvel ezelőtt ezért kaptak 12%-ot, most meg kaptak 4%-ot. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény leépülése a szlovák-magyar politikai választói akaratnak, annak a fajta akaratnak, ami azt akarja ö, látni, hogy a szlovák-magyar. Elit egy irányba húz. Ezek a belső ideológiai megosztottságok talán már erősebbek, mint az etnikai e, törésvonal. Most visszatérve a Magyarországhoz való viszonyra, tehát van egy olyan magyar párt is, ez a híd, amelyik, ez a liberális párt, ami kifejezetten a Magyarországgal szemben határozza meg magát. Én azért azt látom, hogy a szavazóknak ez is sok tud lenni, tehát, hogy nem akarnak Magyarországgal ennyit foglalkozni, se pro, se kontra. Hát ne, amit itt most az előbb mondtál, ez nem egy túl jó kép így a jövőre nézve. Egy picit még maradjunk a Ódor kabinetnél és itt a szeptemberi tartó időszaknál, hogy ugye egyrészt te is elmondtad, mindenki gyakorlatilag bármit lehet Ódorról olvasni, mindenki kiváló gazdasági szakemberként ismeri őt, és az új kormány első számú feladata az államháztartása, rendbetartása, jól tudom, és gyakorlatilag gazdaságilag rendbe kell tenni Szlovákiát. Egyáltalán pontosan mit kell rendbe tenniük, és milyen lehetőségeik vannak mindenre szeptemberig? Mi sikerülhet ebből, mit tudnak megvalósítani? Hát igen, ez egy jó kérdés, mert uh, igazából, például, ha most Magyarországgal hasonlítsuk össze, csak azért, hogy uh, a, azt a hallgató így uh, jól ismeri, tehát talán egy jó viszonyítási pont, a gazdasági problémák kicsit másfajták fajták ott, mint például Magyarországon, és ezért ennek a pár hónapig hatalomban lévő ügyvezetőkormánynak kormánynak ezzel nehéz dolga lesz mit kezdeni. Ugyanis ott nem ilyen hirtelen kialakuló, és ezért relatíve egy gyorsan, de fájdalmas lépésekkel orvosolható költségvetési problémák vannak, mint mondjuk Magyarországon, hanem, hanem valahogy szép lassan, ezekkel a béna kormányokkal, amelyek olyan értelemben voltak bénák, hogy nem voltak elég erőteljesek, hogy valamiféle gazdaságpolitikai irányt képviseljenek. Lassan a szlovák növekedés lecsökkent. Lehet, rég voltak új autógyárak az országban, nagyobb befektetések az országot már jó ideje nem találták meg, a munkanélküliség is lassan elkezdett föl -föl jönni, Tehát van egy ilyen lassú leszakadás, most ezen pár hónap alatt nem lesz könnyű változtatni, és nem is nagyon lehetséges. Tehát nyilván itt az ügyvezető kormány leg Fontos, és ezt mondta Ódor Lajos is, hogy, hogy a legfontosabb dolog az lesz, hogy hogy, hogy, a befektetők fele a, 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 azt sugalják, hogy itt van egy, 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 egy kormány képes, egy, egy, a bürokráciát működteti képes vezetőség, de, de nincsenek ugye olyan akut problémái, mint, mint Magyarországnak, mint a magyar államháztartásnak vannak. Igen, ugye nem szabad elfelejteni, hogy ott eurót használnak, tehát általában például az ilyen árfolyam ott konkrétan nem létezik, mint probléma. A adósság, terén is több mozgástere van a Szlovákiának. Viszont mondom, a gazdasági növekedés valahogy szép lassan leállt. A keleti területek, de akár közép-szlovákiát is ide mondanám, tehát nagyon nagy része az országnak, az, az, nem részesül a gazdasági fejlődésből, tehát ez sem olyan, amit pár hónap alatt meg lehet oldani. Tehát Ódor Lajos azt mondta, hogy két céljuk van. Az egyik az, hogy ezt a pár hónapot ezt próbálják úgy szépen korrekten levezényelni, hogy az utódoknak egy rendezett ö, minisztériumokat adnak át, és a másik meg az, hogy kijöjjenek olyan irányokat, amelyeket aztán ö, például a területfejlesztés kérdésében, amelyeket aztán egy következő kormány valójában végigvíz. Tehát nyilván pár hónap alatt nem lehet ezekben komoly fordulatot, fordulatot elérni. Itt A közlekedés infrastruktúra fejlesztéséről van például szó, az oktatási infrastruktúráról, hát ezek nem olyan dolgok, amikben hirtelen lehet fordulatot ö, tenni. És ugye az a bizonyos adórendszer, ami meg Ódor Lajosséknak egy ö, ö, ideális... Ö, az, az nagyjából Szlovákiában most létezik. Tehát mondjuk például nem kell arra számítani, hogy most hittem, ami adóreformot próbálna a kormány ö, ö, kialakítani, hiszen Szlovákiában egy befektetők számára relatíve ideális ö, adórendszer ö, létezik, amelyet egyébként még a Ficót is megelőző dzürinda kormány ö, alakított ki, és kisebb-nagyobb túlzásra azt lehet mondani, hogy ez azóta sem nyújt hozzá senki, mert ez volt a záloga a szlovák felzárkózásnak, ö, és odalajosnak is köze van ennek a kialakításához, mert akkor szakértőként ebben ö, részt vett. Tehát megmondom őszintén, hogy én, én, én komolyabb döntések, váratlan, látványos eredmények. Nem, nem számítok, az már egy nagy eredmény, az már egy nagyon nagy eredmény lesz, hogyha egyszerűen sikerül pár hónapnyi nyugalmat, normalitást vinni a szlovák közéletben. Ez az, amit próbálnék így a hallgatósággal érzékeltetni, hogy tele van az utóbbi hónapokban, de inkább éveket is lehet mondani, a szlovák híradó apró cseprő, néha egészen szánalmas botrányokkal, politikusok cívódásával, civakodásával, amit teljesen telítődtek az emberek. Tehát most pár hónapig olyan híradók lesznek, hogy ez és ez a miniszter vagy államtitkár átadott egy kis útszakaszt, meg leült tárgyalni, és kicsit egy ilyen technokrata irány dominál a hírekben, már szerintem felüdülés lesz az embereknek. Hát, hogyha hihetünk a legfrissebb felméréseknek, akkor valóban ráférne ez Szlovákiára, ugye, is Nemrég a NMS Market Research felmérése de elég silalmas képet mutatott a szlovák politikába vetett bizalomról, ugyanis ez kihozta azt, hogy gyakorlatilag a, a szlovák választók két, tehát a szlovák választók kétszer inkább megbíznak uniós intézményekben lásd Európai Bizottság és Európai Parlament, mint a saját szlovák nemzeti törvényhozású, ami egyébként a felmérés szerint tényleg, tehát egy, ez 20 alatti népszerűséggel bír, ebből, igen, <laughs> hogy lehet ebből fölrázni a, közéletet? Nyugalommal? Igen, nyugalommal, kiszámíthatósággal, szakmaisággal. És ilyen szempontból az ódor kormánynak lehet egy hozzáadott értéke, egy eredménye a szlovák közéleten belül. Nem mondom, hogy nagy történelmi eredmény, de igenis ma most nagyon fontos lenne a szlovák demokrácia szempontjából, hogy, hogy, hogy nyugodt időszak következzen be, meg hogy az előbb érzékeltettem, valahogy a szakmaiság kerüljön felülre, az ilyen személyes, sokszor tényleg egészen piszlítsárré ügyeknek a, a rovására. És sajnos ezek a számok nem érzem, hogy túlzók. Tehát ö, ö, ilyen szempontból még az okozhatna talán egy jövőben egy javulást, tisztulást, hogyha a szlovák pártrendszer letisztul. Tehát nem csak a szlovákiai-magyar pártrendszer esett ö, ripityára, így az utóbbi hetekben, hanem igazából a szlovák is, nem az utóbbi hetekben, hanem hónapokban, években szép lassan úgy erodálódott, hogy most egy ilyen katasztrofális állapotba került. Van Három elle erős ellenzéki párt, azok a pártok vannak rendben, úgymond azt mondanám, talán egy negyediket is mellé mernék mondani, ami meg egy ilyen neofasiszta párt. Tehát, hogyha most fel akarom sorolni őket, akkor van a Robert Ficónak, a talán hallgatók által is ismert pártja, ez a Smer, nevet viseli, azt jelenti, hogy irány. Van a Peter Pellegrini vezette párt, ami Robert Ficó pártjából vált ki, és a hozzá kicsit hasonlatos is, de próbált eltávolodni Ficónak ettől a durva populizmusától. Durvaság alatt azt értem, hogy Ficó neki esett folyton az újságíróknak, meg hát tudtuk, hogy a magyaroknak is egy időben, nagyon faragatlan stílusban is, általában egy agresszív politikát képvisel, és szavazók közül is inkább őket tudja megszólítani, Pellegrini meg egy ilyen galléros inges verzióját alakította ki, egy sokban azért populisztikus politikának, de mindenképpen egy sokkal ehetőbb politikai termék az, amit Pellegrini kínál. Ők fejfej -fej mellett vannak egymásban a felmérésekben, tehát azt lehet mondani, hogy talán valamelyikük lesz a miniszterelnök, valamelyikük lesz a vezető kormányerő szeptembertől. Illetve van egy liberális párt, ez a progresszív szlovákia, ami 10% köré mérnek, elég magasra mérik őket, ők most nincsenek bent a parlamentben, és azt tudni kell, hogy ennek a progresszív szlovákiának volt a jelöltje Csaputova. Tehát ez a progresszív szlovákia egy egy masszív, kemény liberális, társadalompolitikában is liberális irányzatot képvisel. Csaputovát köztársasági elnökké tudták tenni, tehát ő volt a legnépszerűbb köztársasági elnöki jelölt, és ő lett így a köztársasági elnök. Akkori ellenzéki pártok mindenki beállt mögé, tehát ezért lehetett tovább az elnök. Ők adják Pozsony polgármesterét is, de nincsenek bent a parlamentben. Át szeptembertől ez változhat. Nagy reményeik vannak, hogy ők Szlovákiában, ők lesznek a standard pártokat támogató szlovákiai választóknak a mencsvára, és hogy azok a szlovák szavazók, akik valamiféle stabilitást, európaiságot, nyugalmat szeretnének, intézményekben hisznek, azok hozzájuk áramolnak. Ennek az lehet a limitációja, itt azt látom korlátnak, hogy nagyon erős liberális társadalmi politikát visznek, ami, ami jóval erősebb annál, mint ami a szlovák társadalom számára ö, elfogadható, illetve ez a fajta liberális irány nagyon erősen az LMBT ügyek, abortusz ügyek, mindezekben imádnak nagyon mélyen belemenni. Valahol az ennek is van egy konfliktusos ezt látjuk nyugaton is, ebbe is el lehet fáradni, vagy túl sok tud lenni az embereknek. Tehát én nem vagyok annyira biztosabb, hogy ennek komoly szavazat szerző ereje van, ennek a nagyon erős és sokszor missziós tudatú felvilágosító ambíciónak, ami a társadalmat ennyire meg akarja úgymond reformálni. Ráadásul Szlovákiában komoly erők építkeznek abból, hogy ezeket még így diabolizálják is, mint ahogy Magyarországon is ezeket, a, ezeket a progresszív ideológiai irányokat. És a negyedik ellenzéki párt az ilyen, az a Republika nevű párt, az meg egy korábbi durva, militáns, szélsőjobboldali pártnak a, 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 kicsit ilyen fehérgaléros változata. Ők is próbálnak így a középszavazókra jobban rámenni. De most ez a négy párt létezik, a többi az inkább ilyen forgács, ami maradt. Rengeteg kis párt van, korábbi pártok zsugorodtak össze, újak alakultak, talán a hallgatókat nem is kínoznám ezeknek a részleteivel, már maga módján érdekes, de azért valójában meg egy idő után követhetetlen. Nagyon sok ilyen párt létezik, és ennek van egy oka. Az, hogy 2020-ban ugye Igor Matovics meg tudta nyerni a szlovák választást úgy, hogy pár hónappal a választás előtt 5%-ot mértek nekik. Csak hogy az történt, hogy az 5%-ról egy ügyes, néhány ilyen kicsit populisztikus, meg valójában ügyes marketing húzással föl tudott ugrani 8-10%-ra, és amikor a szavazók ezt látták, hogy ő a legerősebb Párt 8 10 is már legerősebbnek számított az ellenzék körébe, annyira fragmentált volt az össze, egész pártkénce, egyszerűen az a sok bizonytalan választó ráömlött, ráhúzódult. Az történt, ami a minden politikusnak a vágyáma, amikor a felmérésekben mért óriási bizonytalan tömegről kiderül, hogy azok valójában ö, őt támogatják. És az az 5%-a mért párt, az 26%-a megnyerte a választásokat. Tehát ö, olyan óriási robbajjal fött, csúszamlásszerű erővel döltek rájuk a szavazók, hogy azóta ennek a mámorában él sok szlovák politikus, és alapítja gomba módra az új és új pártokat, hát ha ő lesz a nyertes. Ő találja meg a szlovák lélektannak azt a kombinációját, ami miatt aztán ezek a szavazók majd így rájuk ömlenek. De valóban az igaz, hogy az ellenzéki választók, ellenzéki, most már ezt is nehéz megmondani, hogy szóval ki az ellenzék, de az a lényeg, hogy egyfajta kiábrándult választói tömeg, az így, az így forrong, ár, amlik a pártok között, és hát ezért alakul sok új párt, mert próbálják ezt elérni, hogy na ők lesznek a nyertesek. Most ez az eredménye az, hogy lényegében minden volt miniszterelnök, ahelyett, hogy nyugdíjázná magát és írna szép jó könyveket, ahogy tudjuk, hogy ez a terve a ex-politikusoknak, Ahelyett pártokat alapítanak, és Zulinda is visszatért a politikába. Legutóbb, amikor mi beszélgettünk, akkor például erről meséltem is, és magam is azt gondoltam, hogy abnak van komoly szavazatszerző ereje, hogy Zulinda visszatér. Ehhez képest 2-3%-ra mégik a pártját. Eduard Héger, aki most bukott meg, és borzasztó rosszul sikerült az utolsó pár hónapja, mint ügyvezető miniszterelnök, nagyon rosszat produkált, ő is a politikába akarja folytatni, és alapított egy teljesen hasonló ideológiai pártot, csak kereszténydemokrata pártból van kettő. Mind a kettő 4-5 körül van. És egymást persze na, no, az borzasztóan nem bírják, tehát megint csak nem jön neki a matek, egyesülnek, akkor nem jön ki a 4 plusz 4 egyenlő 8. Ezek nagyon érdekes kérdések szintén, amik mondjuk például Magyar Magyarországon elég nehezen elképzelhetőek. Egy kicsit a, ugye megint maradunk a választásnál, és ugye azért <coughs> A, az elmúlt időszak talán egyik legkomolyabb fölzúdulását, vitáját, ö, társadalmilag is mérhető ö, dolgát eredményezte Ez a Ján Kucciák nevű újsági fiatal újságírónak a meggyilkolása volt. És ugye ebben az ügyben most született ítélet, ami részben elmarasztaló részben nem, és. Érdekes kérdés, hogy a, a Kuciák gyilkosság ügyében hozott ítélet mennyiben játszhat közre a szeptemberi választási eredményeknek. És gondolok például, hogy elsősorban Ficóékra, mert ugye ők voltak kormányon akkor, amikor ez a, ez a dolog történt, hogy ez mennyi, milyen hatással lesz ez az ítélet, vagy ez az egész ügy a választásokra. Hát igen, mozgósító és polarizáló hatással lehet, polarizáló hatással, ugyanis a döntés ugye az lett, csak ugye a hallgatóság fele, hogy a bírósági döntés az lett, hogy 25 évre elítélték azt a nagyon zavaros hátterű hölgyet, nőt, aki a bérgyilkost fizette, felbújtotta, és senki más, mint ezt a Kocsner nevű vállalkozót meg nem ítélték el, pedig nyilvánvaló, hogy ez a nő, ez valami közvetítő volt csak. De egyszerűen nem tudták tisztán bizonyítani, hogy, hogy ki állt mögötte. Legalábbis a bíróság nem látta bizonyítatnak. Na most, ilyen szempontból az ítélet jóval alatta marad annak a várakozásnak, amit, a, amit azok a, az erők, meg Szavazók tápláltak magukban, akik a kociák gyilkosságot egy választóvonalnak tekintették, hogy most a szlovák politikában, meg közéletben el kell, hogy váljon egymástól a korrupt, meg a nem korrupt rész, a mafianisztikus, meg a nem mafianisztikus rész, és így tovább egy demokratikus és antidemokratikus rész. És ez nem történt meg, de nem csak a bíróságítélete nem történt meg, ez már, már korábban látszott, hogy a szlovák választók nem gondolkodnak ilyen fekete-fehérbe. Mégpedig azzal, hogy Robert Fico, aki valójában tényleg egy elég bukott ember volt pár éve, az szép lassan visszajött a népszerűségben az élre. Ez valójában egy nagy kudarc történet olyan szempontból, hogy ő ha nem is közvetlenül kapcsolatban hozható a gyilkossággal, de azokkal a körökkel, amelyek amelyek az ilyen gyilkosságok, meg az újságíróknak, meg általában a szlovák nyilvánosságnak az elfolytásába érdekeltek, azzal igen. Tehát, hogy ilyen szempontból azt, hogy Robert Ficot rehabilitálják a választók, a közönkutatások legalábbis ezt mutatják, az egy, hát egy mindenképp egy kudarc történet. És azt a nagyon veszélyes paralelt vetíti elő, hogy a szlovák választók is elkezdenek abba gondolkodni, hogy Stabilitás vagy demokrácia? Ezt egy nagyon veszélyes iránynak lehet tartani. Most nemrég ugye voltak a török választások, és meglepett az, hogy több magyar portál, még az ellenzéki portálok is úgy hozták le a kérdést, hogy Törökország választ, stabilitás legyen vagy demokrácia. És ez történik Szlovákiában is, és ez egy nem jó dolog, hogy, hogy sikerül, ezt a narratívát így megerősíteni, és már ebbe gondolkodik az a szlovák választó is, aki mondjuk demokráciát akar. Tehát, hogy a demokrácia az nem az kéne, hogy azt jelentse, hogy instabilitás van. Ezt a kicsit antidemokratikus ebbenről próbálják elhitetni, egyrészt, ugye erről szól ez az egész térségbeli populizmus is, de közben egy borzasztó jó alapanyagot adnak ehhez a az ilyen demokratikus pártokat eluraló kalandorok. Úgyhogy a cucina gyilkosság mentén elindult nagy szlovákiai tüntetések, és egyfajta olyan mozgalom, ami valamiféle új, tiszta Szlovákiát szeretett volna, hát az, az, az azt lehet mondani, hogy nem, nem sikerült, tehát nem futott ki sehova. Azok a politikai formációk, amik uh, megerősödtek, emmentén, em, a protest erő mentén az szétestek. Egyébként is olyan élősködő jellegük volt, mert ezek az igazi utcai mozgalmak, amik például a nagy tüntetéseket szervezték, ők visszafogottak, ők nem akartak pártot alapítani. Ugye a szemben jött el a sokásos probléma, hogy most akkor mi mozgalmárok vagyunk, vagy politikusok vagyunk. És hát így a lényegében a parlamenti képviselet ennek úgy, úgy kevésbé, vagy csak áttételesen lett. Na most visszatérve a döntésre, mondom, polarizáló lesz a döntés, mármint az, hogy a kuciek esetében egy erősen visszafogott bírósági döntés született, de már most látszik az, hogy a például a liberális párt, meg az ahhoz közel álló körök, azok kritizálják a bíróságot. De az is mindig egy veszélyes dolog, mert most a, a bíróság az tények alapján dönthet. A bíró meg próbálta azt tisztába tenni, hogy Érti a logikát, hogy tisztára logikusnak tűnik, hogy az a vállalkozó bízta meg ezt a hölgyet, hogy a gyilkosságot hagyják, de nem bizonyított. Tehát a logika egy dolog, meg a bizonyítás egy másik dolog. Most van, aki ezt elfogadja, van, aki nem. Az az igazság, hogy kiderült már korábbi években, hogy a szlovák bíróság, meg általában az a jogrendszer, valamint a... Igazságszolgáltatás tele van kívülről megvett irányított emberekkel. Tehát valaki azt feltételezi, hogy egy ilyen döntés kintről, kívülről befolyásolt, az egy durva feltételezés, egy úgymond sértő feltételezés mondjuk egy bíró irányába, de közben meg sajnos a múltban történtek ilyenek. Tehát, és az bizonyított lett a múltban. Hát ezek miatt állnak ilyen nagyon rosszul ezek a mutatók szolákiában mint a helyi intézményekbe vetett bizalomnak a mutatói, és, és, azért is lesz polarizáló hatása, mert aki elégedetlen a döntéssel, azok szerintem a progresszív szlovákia párt irányába fognak húzni, és a többi szavazó meg úgy érzi, hogy hát akkor ez a téma lezárult, és Robert Fico rehabilitálva van és ez így lezárult, kérem szépen, nincs itt semmi látni való, mert tovább az nagyon érdekes kérdés, ha Ficó visszatér, akkor itt nagyon sok kérdés fölmerül. Egyrészt a szlovák szempontból milyen koalíció várható, nyilván eredménytől függően. Ugye Ficó egy korábban nagyon masszívabb orosz barát politikát folytatott. Mi lesz például a szlovák-orosz viszonyjal? illetve mi lesz a magyar-szlovák viszonya, hiszen a Ficó elején láttuk, hogy ezért voltak konfrontációk a magyar, akkori aktuális magyar kormányzattal, aztán utána a pont a, mi legutóbb beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag Robert Ficó és Orbán Viktor irányónalai azok eléggé összecsengettek és összetalálkoznak. Szóval mi, mi várható ezeken a vonalokon, ha Ficó visszatér? Illetve mit tudott, amiért így visszatérhet? Alapvetően az orosz politikát illetően, vagy az Oroszországhoz való viszonyt illetően azt lehet mondani, hogy Robert Fico egy korábban nagyjából orosz párti irányt képviselt, igen, ez igaz, és a háború kiterésekor, tehát egy évvel ezelőtt, ezt hirtelen próbálta lecsökkenteni. Tehát ő is megijedt ettől az orosz szálltól, illetve látta azt, hogy lényegében vállalhatatlanná vált. Tehát miközben tehát nem összehasonlítható például Magyarországgal, vagy az Orbán kormánynak az Oroszországot valahogy tisztára mosó, vagy szerencsem mosdató, meg a háborús bűnösségét relativizáló álláspontjával, az, ahogy Robert Fico akkor visszafogta magát, az egész szlovák közélet erősen orosz ellenes irányt vett egy évvel ezelőtt. Fico pedig hallgatott a sarokban, így lehet mondani. És aztán valamikor ősszel kezdett el úgy újra megmerni szólalni, hogy, és, ezt az orosz párti kártyát kezdte el pedzegetni. Na most azt kell látni, akkor érdekes volt akkor a felállás a közéletben, ugyanis a, a, közélet, ha már használjuk ezt a kifejezést, nagyjából mindenki, aki ö, szervezett módon szól meg a közéletben, mint művész, mint újságíró, mint véleményformáló, mint publicista, azok alapvetően egy ilyen orosz ellenes ö, álláspont volt. Ugyanúgy, mint a cseheknél. Tehát ez egy nagyon kemény összezárás volt az orosz agresszióval szembe. Tehát amikor Fico megszólalt, először ezekkel az oroszokat relativizáló, háborús bűnösséget relativizáló iránya, meg azzal, hogy fontos lenne Oroszországot valahogy a szövetségesének tudni Szlovákiának, akkor először karanténba került ezzel, Peter Pellegrininek is az volt az első nyilatkozata, hogy na akkor eldőtt, Ficóval ő nem fog együtt kormányba ülni. Tehát, hogy egy nagyon határozott választ De aztán látszott az, hogy valójában a szavazók, meg a szavák közeg, és most nem a véleményformálókra gondolok, hanem inkább ugye az átlag ember, az úgy elfáradt ebbe a háború vagy hogy így mondjam, és, és van igazából a lakosság körében egy, Fajta oroszpártiság, pártiság, a az erősödik, és visszanyerte a korábbi, az egyébként a szlovák társadalomban mindig is meglévő erejét. Ez körülbelül ez a százalék, ez me mekkora lehet? Azt lehet tudni? Hát igen, olvastam egy felmérést, hogy 50 százaléka tette, ugy ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát, hogy elég nagy százaléka tette azt, akik az attól is függ persze, hogy a kérdés hogyan megfogalmazva, hogy egyetérte azzal, hogy Oroszországtól vegyünk-e gáz vagy olajat, vagy hogy ellenzi -e ön a szankciókat. Tehát, hogy nyilván ez a kérdés feltevéstől is függ. De nagyjából azt lehet mondani, hogy a lakosság fele az egyáltalán nem abba a világban él, ami Oroszországot hibáztatja, és főleg nem abba, ami azt szeretné, hogy Szlovákia vállaljon áldozatot Ukrajnáért, meg az egész háborúért. Egyébként én azt látom, hogy ez nem is Oroszországról szól, ez a bizonyos 50%, hogy Magyarországon sem. Magyarországon is az az 50%, amelyik ö, Oroszország, ami nem ítéli Oroszországot, az, az sokszor az usa van valahogy belegabajodva egy ilyen fura apa komplexus, hogy mi nem akarunk az USA gyarmata lenni, vagy nem akarunk az USA ö, játékszere lenni, és egyebek. Tehát, hogy ez a fajta USA-ellenesség, Nyugat-ellenesség tapintható ki ebben, és ezeken a húrokon próbál játszani Ficó. És igen, a magyar politikának, illetve Orbánnak a, a, a retorikája, meg politikai ö, hangszerei, amiket használ, azok most már, nagyon-nagyon látszik most már, hogy Ficó azokat kopipészteli próbálja. Eddig is látszott, de ez az utóbbi hetekben felerősödött. Tehát most ugye soros kártya előkerült, Sorosról kezd beszélni. Egy nagyon érdekes nyelvi, lingvisztikai elemzést is olvastam, ahogy a soros név említése kezd letisztulni. Tehát ez nem volt egy ismert név szlovákiában. Még pár éve úgy mondta Fico, hogy szorosz, aztán szarosz, meg most szoros lett, most majd lassan majd egyszer csak soros is lesz. Ez csak úgy egy érdekes kanyar, vagy jelzés annak, hogy a szlovák világban ez a sorosozás, hogy így mondjam, ez, ennek nincs egy erős táptalaja. Tehát Ficónak ezt mind hát mindúgy ki kell alakítania, hogyha ebben szavazatot akar szedni. Ez a fajta világ ilyen nagy antagonisztikus ellentétekkel való felfestés, ami a magyar világban, meg a magyar attitűdben szerintem nagyon erősen benne van. Tehát mi hajlamosak vagyunk mindig az egész világot egy ilyen jó rossz harcának tartani, meg liberálisok és konzervatívok harcának, és abban mi magunkat elképzeljük, mint ami fontos harcmező. A szolákválasztók nem, nem érdekli ez őket. Tehát Ficó az nem véletlenül nem tud olyan hatalmat építeni ebből, olyan erőset, mint mondjuk Orbán Viktor, mert a szlovák választók valójában erre azért kevésbé rezonálnak, azt lehet látni, hogy Fico dolgozik ezen, tehát próbálja ezeket a kódokat felépíteni. Elkezdett LMBT témákról beszélni, neoliberalizmusról beszélni, meg a liberális ellenességről beszélni, mint egy fontos dolog. szlovák választók erre valójában nem annyira vevők. Tehát ez kicsit olyan valakinek úgy mondtam, hogy ahogy Magyarországon a kofolát nem tudják az emberek meginni, mert nem ízlik nekik, szóval <laughs> Meg ez, a, ez a, koktél, ez a, ez, a, ez a, soros koktél, ez nem, nem iható első, mert nem értik ki az a sok. Tehát az egész sztori úgy kevésbé tiszta. Van. És a, itt az orosz vonalon még érdekes lenne, hogy üzletileg hogyan alakulhatna a dolog? Ugye itt energiahordozók elsősorban, olajszállítás, de voltak egyéb gazdasági projektek. Ficó győzelem esetén változhatna a jelenlegi helyzet, vagy, vagy újra aktívabb lenne? Ez jó kérdés, nem tudom, nem hiszem. Tehát azért Ficó, amikor hatalomba volt, tehát csak abból tudunk kiindulni, amikor hatalomba volt. És amikor hatalomba volt, akkor ő valójában egy kettős játékot vagy játszott, így lehet mondani. Volt mindig egy ilyen döjfösebb, önállóságot, szuverenitást hangsúlyozó retorikája, de ez valójában nem találkozott egy valós diplomáciai aktivitással. Tehát a szlovák diplomácia a Ficó alatt egy nagyon európai, nyugatias irányt, hogy a szlovák diplomáciai elit, a külügyminisztériumot irányító elit, a vezető nagykövetek, a szlovák ö, ö, nemzetközi konferenciákat szervező think tankek, ezek mind abba a teljesen abba a NATO, EU, Euróatlanti struktúrákba illeszkedtek, és Fico ezt nem is akarta annan kirángatni. Tehát az, ami látszik Magyarországon, hogy, 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 hogy Orbán valamiért, és ugye ezt nem is lehet tudni annyira, hogy miért bontogatni próbálja ennyire ezt a NATO, meg Euratlanti kerekeknek a működését és megakasztani. Fico valójában nem nagyon tett ilyet. korábban, hát nem lehet tudni, hogy kormányon hogyan cselekedne. Azt lehet még látni, hogy Fico mindig nagyon figyelt arra, hogy kik a koalíciós partnerei, és hogyha a koalíciós partner valami szélsőséges párt lenne, akkor az elviheti irány, ilyen irányba. Mert Fico az, e a szövetségeseit mindig próbálta ledarálni, tehát a szlovák politikában az, hogy valaki Fico ellensége, annál csak az az egy sokkal rosszabb dolog történhet, hogy Fico szövetségese lesz, mert azok mind a kukába végezték, mert ráment a szavazóikra, lehalázta őket, lenyomta, leárnyékolta a szövetséges pártokat, és, és azok mind kiestek, elhasználódtak. Tehát, hogyha egy, van ez a republika nevű, hát a neofasiztoid párt, azt is nagyon nehéz megmondani, mert nagyon próbálnak középre húzni, most már, tehát ha az lesz a szövetséges, akkor könnyen lehet, hogy ez a politikában is megjelenik. de mondom, erre eddig nem volt példa, tehát a, 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 a Smer egy olyan diplomáciai kat emelt eddig mindig a vezetőségbe, ami teljesen euróatlanti volt, meglátjuk. És a magyar viszony, illetve mondjuk v belül változhat-e valami? Azért nehéz megmondani, nem akarok, nem akarok, így kezdeni túl sok választ, hogy nehéz megmondani, mert végül is az lenne a dolgom, hogy ezeket próbálják választani, de azért itt Szlovákián és Magyarországon kívüli tényezőktől is, hogy a visszakát hogyan alakul. Annyit lehet mondani, hogy Ficó is alapvetően egy visegendi együttműködésben érdekelt, meg általában a szlovákia is. A szlovák politika, ha visszanézzük az utóbbi 10-15 évet, nem próbálta a visegeti együttműködést megakasztani. És még azon belül különböző hullámok, fodrozódások, vagy akár komoly ellentétek meg is akasztották, az nem szlovákiából indult ki. Még a Ragyicsova kormánynak, ezt mindig elmondom, a Ragyicsova kormánynak is volt egy a Magyarországot egy ilyen jóindulatú, semlegességgel figyelő diplomáciája. Tehát azt mondták, hogy ők nem akarnak Magyarországgal emiatt rossz viszonyt, nekik fontos lenne egy regionális térségben együttműködés, egyszerűen geopolitika miatt, ott vannak mindenek a közepén. Tehát ők a Visegrádból egyszerűen nagyon sokat profitálnak, amiatt, hogy ott vannak a közepén, láthatóvá teszi őket. És bizonyos érdekeket, amiket egyedül nehezen tudnának képviselni, agrárium vagy más téren, így sokkal jobban tudnak képviselni. A, a, a visegelt együttműködés inkább ugye a, a teljesen legyengült, ellenséges sivált lengyel-magyar viszony akasztja meg, és a cseheknek a nagyon hezitáló álláspontja, mert Csehországban van egy visegelt párti, meg egy visegelt ellenes hozzáállás, mint a visegelt ellenes azt értem, ami nem látja az értelmét ezeknek a szövetségeknek, sőt azt mondja, hogy csak a lengyel és magyar illiberális politikai irányt e, hát hogy mondjam, valahogy legitimálja ez a, egy ilyen regényes együttműködést, tehát ők ki is szállnának, úgymond az egészből. Ezeknek a visegrádi együttműködés szétveszítő erőknek a játékterében a szlovák nem játszik szerepet, azt kell mondjam. Hát akkor azt hiszem, hogy ezzel a témával még fogunk foglalkozni, mert valószínűleg Szlovákiában elég forró lesz a nyár, még hogyha a globális felmelegedést is megspékelik. Kolla Istvánnak nagyon szépen köszönöm a helyzet helyzetjelentést és az értékelést. Köszönöm szépen. Brüsszeli percünkben két témát fogunk boncolgatni brüsszeli tudósítónkkal Arató Lászlóval, az egyik az uniós források kérdése, a másik pedig a G7 csúcs. Szervusz Laci, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Magyar ügy, magyar vonatkozással érdemes kezdenünk. Ugye az elmúlt héten is Európai Bizottsági, illetve elbocsánat, Európa Parlamenti Vizsgálóbizottság járt Magyarországon. Ismét az uniós források kérdése volt a téma. Most, ha azt látjuk, hogy ugye felszólították Orbán Viktort, hogy akkor tegyen meg mindent azért, hogy föl lehessenek oldani ezeket az uniós forrásokat. Hogy áll most a helyzet? Igen, azt mondta ennek a vizsgálóbizottságnak az elnöke, amelyik ugye európai parlamenti képviselőkből állt olyanokból, akik, akik, figyelemmel követik azért a magyar eseményeket, tehát ilyen különböző költségvetési, magyar költségvetési ügyeknek a parlamenti előadói, tehát nem, nem abszolút ö, tapasztalatlan emberek jöttek ide. Szóval, hogy azt mondta ennek a bizottságnak az elnöke, aki egy ö, sokáig olyan jó viszonyban volt a Fideszsel, egészen a szakítás Mónika Holmáér, hogy azt a 27 mérföldkövet, ami előbb van irányozva Magyarország számára tavaly évvége óta, meg a nagy része tavaly szeptember óta, szóval, hogy ezt te teljesítse Magyarország annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások, az emberek Hozzá, tusson, hozzá tud, tudjanak jutni a forrásokhoz. Tulajdonképpen ennek ezeknek a mérföldköveknek a teljesítése hiányában most jelenleg az a helyzet, hogy a mezőgazdasági forrásokon kívül minden blokkolva van. Ugye hallhatunk híreket arról, hogy, hogy az igazságügyi reform kapcsán azért néhány feltétel teljesült, valóban, ez a 27-ből 4, de még ez sem végleges, hiszen még annak hatályba kell lépni, meg még utána különböző intézkedéseket meg kell hozni, hogy működjenek is a reform lépések, tehát tulajdonképpen ott vagyunk, ahol voltunk tavaly szeptemberben is, hogy semmi változás nem történt, és eközben pedig Ekközben pedig a pénzre ugye nagyon nagy szükség lenne. Még annyit hadd mondjak, hogy a múlt héten kihozta a bizottság az Európai Uniónak a várható növekedéséről szóló jelentését, ahol, ahol korábbiakhoz képest is magasabb növekedést prognosztizáltak, de a magyar ennek a fele, tehát egy százalék az EU, fél százalék a magyar, és egyáltalán nem szerepelt ebben a jelentésben az, hogy Magyarországra uniós forrás érkezne tehát még csak feltételesen sem volt beleírva, tehát ez azt jelenti, hogy most úgy kalkulálnak, hogy erre az évre nem kell kalkulálni EU-s forrása a Magyarországon, ami azért egy eléggé aggasztó dolog. Valóban elég aggasztó. Laci, ugye itt beszéltünk már többször az uniós források kérdéséről, és ugye ez egy több rétegű dolog, tehát nagyon sok mindenből áll össze, és ugye itt ilyenkor, amikor gyakorlatilag, hát ugye említetted, itt már lassan egy éve húzódó forrás kifizetés hiányról van szó. Vannak-e, és mekkora az a forrás mennyiség, amelyet mi így esetleg végleg elbukhatunk? Egyelőre ilyenről nem nagyon lehet beszélni, hiszen ami időben be van korlátozva, persze hát mondtuk már hogy erre van még idő, az a helyreállítási alapoknak a lehívása a, ezeket a szuper mérföldköveket, mérföldköveket, a 28-ból 21 vonatkozik a hereltási alapokra, ezeket jövő év végéig kell teljesíteni. Tehát most még ugye nagyon időben vagyunk, nyilván minél hamarabb teljesíted, annál hamarabb van pénz. A többi, többi feltétel pedig a, a, ugye a 7 éves költségvetés bizonyos részeit blokkolja, pontosabban van amelyik csak egy bizonyos részét, van amelyik az egészet, de hát a a labda mindig elmondják az Európai Bizottságnál, a magyar kormány uh, térfelén van. És hát uh, múlt héten is itt volt a Navracsis Tibor uh, kedden vagy szerdán talán, és... Uh, megdöbbentő volt, hogy tulajdonképpen ugyanazt hogy semmit mondta el, mint a legelőző, azt megelőző látogatásokor, ami mondjuk egy hónapja volt, ahol szintén azt mondta, hogy oké, okay, beszélgettünk a Johannes hána elmondta, mi van, és majd jövő héten küldjük a papírt. Pontosan ugyanezt mondta most Navarás és múlt héten is, mint amit egy hónappal ezelőtt mondott, hogy majd jövő héten küldjük a papírt. És igazából az ember nem nagyon érti, hogy, hogy mi az, ami történik, vagy nem történik. Ami most, hogy így beszélünk róla, ami viszont mégis nagyon sürgető, az az Erasmusnak és a Horizon europe a forrásai, hiszen ahhoz, hogy a jövő évi szerződéseket meg lehessen kötni, ahhoz ezeket júliusban, most júliusban meg kell tenni. Hogyha, és Magyarországnak ugye ahhoz is teljesíteni kell különböző dolgokat az egyetemek függetlenségével kapcsolatban, hogyha ez nem történik meg, én azt mondom, hogy, és ugye még a bizottságnak értékelni kell, az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. Tehát itt ezek ezek papíron hónapokat vennének ide, igénybe, de mondjuk, hogy heteket vesznek igénybe. Hogyha itt mondjuk két héten belül az Erasmus ügyében nincs mondjuk elfogadott magyar jogszabály, akkor nagyobb az esély annak, hogy hogy az Erasmusból kifognak esni a diákok a jövő év szeptemberétől. Na hát ez sem túl biztató dolog, tehát itt két héten belül történnie kellene valaminek. Meglátjuk. a kormánynak a jogszabályt le kell egyeztetni a bizottsággal, el kell fogadtatni a parlamenttel, és tényleg hát nagyon-nagyon ketyeg az óra. Most úgy tűnt, hogy Navracsics is ezt érti, meg felfogta, de, de hát mondom, február óta tartunk itt körülbelül ugyanebbe a pozícióba. Hát igen, még az első rettér műsorunkban beszélgettünk erről január legvégén. Egy másik téma, G7 csúcs, ugye már fölvettük a múlt heti beszélgetésünkben, itt elsősorban Ukrajna és Tajvan kérdésében uniós álláspont, hogy alakult, mit sikerült, mit nem sikerült, hogy áll most a helyzet ez ügyben. A G7-ek Ukrajna kapcsán teljesen Ugyanazt mondták, tehát egy nagy volt az egyetértés, folytatni kell a, a támogatásukat, addig, ameddig erre szükség van, de ugyanakkor hát jó lenne, hogyha valamiféle béke folyamat is elindulna, aminek viszont az alapja, az mindenképpen a, az ukrán zelenszkének a, a béke javaslata kell, hogy legyen, amely már tavaly ősz óta ismert, és tulajdonképpen az, az EU-s dokumentumokba is beépült már ez a javaslat, tehát van, van béke javaslat, ezt uh, támogatják a, a g is, uh, és hát a, Addig, ameddig nem jutunk el idáig, hogy erről konkrétan szó essék, addig viszont uh, fenntartják a, a országok Ukrajna uh, támogatását. Ugye itt voltak uh, megbeszélések, uh, Zelenszkijek, két oldalú megbeszélések is, és megint átléptünk egy mérföldkövetés, Ukrajna kaphat majd uh, F-16-os uh, repülőgépeket. Már megkezdődtek a pilóták kiképzése uh, ezekre a, erre a gép típusra. Szóval uh, ez egy... Uh, ez egy olyan dolog, amire korábban azt mondtuk, hogy biztos, hogy nem fog ilyenre sor kerülni, most pedig már itt van velünk, és megtörtént. Tehát ez egy nagy átlépés, vagy egy nagy áttörés, én. én azt gondolom. A másik, ami még fontos a G7-tel kapcsolatban, az, hogy elég sokat foglalkoztak Kínával, és a háború kapcsán felszólították Kínát, hogy... Hogy vesse be latba befolyását Oroszországnál, és próbáljon, próbáljon hatni az oroszokra, hogy vonja ki a csapatait. Egyrészt, másrészt pedig viszonylag óvatosan fogalmaztak a gazdasági kérdésekről Kínával kapcsolatban, és az az alapelv győzött, vagy derül ki ezekből a dokumentumokból, hogy nem akarja. A világ nagy része magát függetleníteni Kínától, mert nem lehet, hanem kockázatmentesítésre kell törekedni. Tehát meg kell tartani, fenn kell tartani a, a gazdasági kapcsolatokat, de minél kevesebb kockázatot kell vállalni ezekben, ezekben a gazdasági kapcsolatokban, hiszen Kína azért mégis elengedhetetlen része és erős része a nemzetközi rendnek. Volt még egy érdekes dolog, ami Kínát kapcsolatos, hogy megkérték Kínát, hogy ezt a külföldi rendőrőrsöknek a működtetését, ezt hagyja már abba, legyen szíves, mert elég sok országban jelent ez problémát. Tudom, hogy itt Belgiumban, és ugye Magyarországon is voltak erről hírek, hogy, hogy vannak ilyen kínai rendőrőrsök, és most ezek a, ezek a, dolgok, ezek, ez a dolog, ez beemelődött egy ilyen nagyon magas szintű dokumentumban a g 7 a, a záró nyilatkozatába. Egyébként a G7-es csúcson egy ilyen 40 oldalas cselekvési tervet fogadtak el, ami legkülönbözőbb területekre, tehát nem csak a háborúról vagy Kínáról volt szó, hanem a környezetvédelemről, a gazdasági beruházásokról, illetve van még egy, ami a Kínával kapcsolatos, ugye a Kínának, van ez a Belt and Road javaslata, ami egy gazdasági övezetet jelent, és a, a gazdag országok is egy hasonlóra tesznek majd kísérletet, és ebbe, ebben egy 600 milliárd dolláros finanszírozást fognak mozgósítani egy ilyen globális beruházási partnerségen keresztül, amelyik a, ennek a kínai törekvésnek lehet a riválisa. Na Hát elválik, hogy mi lesz a gazdasági kapcsolatok, minden esetre az legnagyobb amerikai csipgyártót éppen most blokkolták Kínában, úgyhogy egyelőre a kilátások nem feltétlenül Igen, túl és 8 kínai cég rajta van az EU szankciós listáján is, és de hát Magyarország vétózza, szóval semmi gond. <coughs> ha, 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 ha. Na meglátjuk, folytatjuk. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, szervusz. Ez volt a Reptér 17. adása. Jövő héten kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat a magyar hangot, valamint fizessenek elő magyar hang plusz online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk.